Egy olyan nagyon nehéz, válságos és járvány sújtotta időszakban, mint amit most megélünk, mégis arról tudok beszámolni, hogy ebben a költségvetésben egy megközelítőleg 22%-os fejlesztési arány van, ez 750 millió forintot jelent, és ami nagyon fontos még, hogy ez az összeg, ez uniós források nélkül értendő, hiszen az idei esztendőben még nem állnak rendelkezésünkre olyan pályázati lehetőségek, mint amit az elmúlt években volt. Ezért külön öröm számomra, hogy az általunk megtakarított forrásokból és kormányzati támogatásokból tudjuk ezeket a fejlesztéseket megvalósítani az idei esztendőben.